Az ősszel idegenben 5-1-re nyertek a mieink a zöld-fehérmezes komárdiak ellen, akik 3 győzelemmel kezdték a tavaszi szezont, s a 6. helyről önbizalommal telve várták a listavezető PLE elleni derbit. Csapatunk azonban már a 2. percben helyre tette az esetleges túlzott vendég önbizalmat, hiszen Baranyai egy szemfüles góllal hamar előnyhöz juttatta együttesünket. Sajnos a gyors gól nem tett jót a meccsnek, hiszen több mint negyed óráig semmi nem történt, az első gólveszélyt ez a vendéglövés jelentette. Az első fél óra elteltét egy újabb vendéglehetőség jelezte, Katonának kellett ezúttal is a helyén lennie. 2 perccel később Szabó Peti távoli szabadrúgása ment épp hogy mellé, ami le is zárta az első félidő történéseit. Fordulás után az 50. percben a mieink előtt adódott az újabb gólhelyzet, ám a védők az utolsó pillanatban felszabadítottak. Az 56. percben Horváth Ákos iramodott meg középen, jobbra kitett labdáját Magyarós Istvántól kapta vissza a 16-oson belül, amit aztán állítás nélkül a jobb alsóba vágott be könyörtelenül. Igazán szép gól volt. A 63. percben egy szögletet követően alakult ki meleg helyzet a saját kapunk előtt, Katona vetődve védett. 6 perccel később aztán ő és a teljes védelmünk is óriásit hibázott egy beívelésnél, s na náhogy a vendégek ezt góllal büntették. Így izgalmas lett a vége, a komárdiak küzdöttek az egyenlítésért, ám csak ez a lövés okozott némi ijedelmet hazai részről, így maradt a 2-1-es ladányi győzelem.